Nem szólhat erről a politika csak és kizárólag. Mert ha azt nézzük, hogy mit értek el a saját céljaikba, infláció megfékezése, gazdasági növekedés fenntartása, akkor elbuktak. Egyben nem buktak el a saját hatalmuk bebetonozásába. Ez az egy, ami marha jól megy a rendeleti kormányzással. De nem szólhat csak erről. Ha önök az ország hosszú távú céljait tartanák szem előtt, akkor akár rendeleti kormányzással, de leginkább anélkül is, tudja, mivel foglalkoznának? Az, hogy az oktatási rendszer rendben legyen. Az, hogy a gyerekeink olyan tudást kapjanak, hogy a következő évtizedekben ez a szerencsétlen ország ne a leszakadók közé, meg a rabszolgasorba lévők közé bérrabszolgaként dolgozó tömegek millióinak az országaként működjön, hanem egy jól működő, gazdag, jól életet biztosító ország legyen. Hogy az itt élő idősebb honfitársainknak legalább tisztességes egészségügyi szolgáltatást tudjon biztosítani, ha már egész életébe fizette azt a pénzt, amit levontak tőle 40 meg 50 éven keresztül. Ilyeneken kéne gondolkozni, meg ilyeneket kéne behozni. Vagy azon gondolkozni, hogy hogyan tudják a fizetésemelését az embereknek megoldani. Mikor volt olyan rendkívüli kormányrendelet, ha már a gazdasági válság vagy az inflációról van szó, államtitkár úr? Ami érdemben megemelte volna a magyar emberek fizetését, hogy legalább a fasorba legyenek az inflációhoz képest. Hát ott van minden a kezükbe. Mégse erről szól a dolog.